Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink, a Kiút több szem közt ma esti adásában. Vendégeim Regéczi Nagy László és Horváth Attila, akik az előző adásban is vendégeim voltak, a téma pedig az volt, miért. A miért ugye sok mindenre vonatkozhat, akár 56-ra, akár 89-90-re, vagy akár még mára is, de ami a lényeg, hogy adós vagyok Önöknek, az adást úgy zártam, hogy meg fogom mondani, hogy a hazafias Népfrontnak ki volt a két utolsó alelnöke. Most jó, fogják meg a széket, amin ülnek, vagy ha állnak, akkor egy pillanatra álljanak meg. Szóval kérem szépen, 1989. október 15-től Kulcsán Kálmán volt az elnök, Mikola István, ugye ismerősen cseng a név, ő volt az egyik alelnök, Kukorel István volt a főtitkár, majd a másik alelnök Stumpf István volt. Ez azért érdekes, mert ugye föltettem egy olyan kérdést a korábbi egyik műsorban, hogy honnan lett hirtelen ennyi jobboldali. Nos, arra kaptam egy olyan választ, hogy hát miért? Nagyon sok partizán volt, nagyon sok munkásőr volt, átalakultak. Hát kérem tisztelettel, mit lehet ezt hozzáfűzni? Nem is akarok semmit hozzáfűzni. Mindenki rá van bízva, gondolkozzon, hogy miért pont ez a két személy lett kijelölve. De nem is erről szól a mai adás. Én ezt csak azért mondtam, hogy egy kicsikét gondolkozzanak el, amikor eszükbe jut, hogy lehetett esetleg paktumok, ez volt, az volt. Ma már ott tartunk, hogy nem árulunk el zsákba macskát, hogy az MDF és az SZDSZ között paktum született. Erről ma már nyíltan beszélnek. De a témánk ma nem ez, hanem egy kicsit vissza az időbe, hiszen 1956 évfordulója van, és egy olyan téma, amelyről nem nagyon szoktak beszélni, pedig szerves része 1956-nak, sőt, 56 előszobája, a Petőfi kör. Nem is tudom, hogy tudják egyáltalán, hogy mi volt a Petőfi kör, ami a lényeg, hogy a Petőfi kör 1955-ben alakult. A célzat az volt, hogy megreformálni a rendszert. Táncos Gáborhoz köthető egyéb iránt, és azért érdekes, mert Vida Ferenc, aki egyébként szintén fogható lett volna 1990-ben, de valamiért nem volt az, készült orál hisztori is vele, azt se nagyon látjuk, de ami az érdekes, hogy ő volt a bíró az ügyben, Táncos Gábor 15 évet kapott, 1962-ben szabadult, és hát elég tragikusan végezte az életet, de 1956-ban nem jutott semmiféle szerephez. Úgyhogy ami a lényeg, ez a Petőfi kör, a kérdésünk az, hogy hat ki 89-re? Ha egyáltalán kihat. Ortutaitól azt hallottam, hogy a 80-as évek elején, hogy ez olyan elfuserált bábszínház, amiben nem csak a madzagok látszanak, hanem néha az is, aki húzkodja őket. Nem volt igazán tekintélye. Hát ahogy is mondta Kádár, hogy nem a Népfrontnak van politikája, hanem a pártunknak van Népfrontja, igen. Attila? Én két gondolatot mondanék el, az egyiket azt kicsit visszacsatolva a bevezetőkhöz. Ugye a hazafias Népfront a 80-as évek vége fele, Pozsgai vezetése alatt egyértelműen a reformoknak
oldalán állt, és nagyon sokan párton kívüliek és kiváló szakemberek is ugye voltak a Népfrontnak a vezetésében. Hát akiket én személyesen ismerek, mert tanáraim voltak, hogy a Kulcsár Kálmán professzort, egy kiváló egyetemi professzor, Kukoreli István professzor, az alkotmányjogi tanszéknek az egyik legkiválóbb professzora volt, emberileg is egy kiváló, aki pannonhalmi diákként került be az egyetemre, külön eljárás kellett, mert egyébként ugye nem akarták ezért fölvenni. Stumpf István, ugye, aki a Bibó szakkollégiumnak az egyik vezetője, tehát ez egy ilyen gyűjtő hely volt, ahol a hatalom is próbálta manipulálni ezeket a független értelmiségieket, de ők maguk is próbálták a hatalmat valamilyen módon lebontani, megreformálni. Na most ehhez hasonló történt 1955-56-ban is. A Nagy Imre mögött álló értelmiség hozza létre ezt a Petőfi kört. Értelmi. Ez volt tulajdonképpen az utolsó egyik próbálkozásuk, mert aztán Nagy Imrét 55-ben leváltották, és kizárták a pártból, és minden funkciójától megfosztották. Viszont maga a Petőfi kör tovább működik, sőt, 56 nyarán elképesztő népszerűséggel és támogatottsággal vetik föl azokat a kérdéseket, amik akkor rendkívül égetőek voltak, és különböző szekciók szerint üléseztek, az irodalomtól kezdve az orvosi kérdésekig bezárólag, ahol próbáltak olyan fajta reformokat bevezetni, amik aztán majd csak a 60-as, 70-es években valósulnak meg részben a kádári reform korszak időszakában. Tudunk valami összehasonlítást tenni a Petőfi kör, illetve az ellenzéki kerekasztal között? Az ellenzéki kerekasztalnak még volt hatalom a kezében, a Petőfi körnek csak az igazmondás, de megrepesztette a proletár diktatúra alapzatát. Mert ha itt például végig szaladok azon, hogy ellenzéki kerekasztal alapító szervezetek, és gyakorlatilag a Fideszen kívül senki nem maradt. Fölteszem a kérdést, ugye Bajcsi Zsilinszky társaság, a Fidesz, független kisgazdák, aztán független szakszervezeti demokratikus liga, ők csak ugyan megfigyelők voltak, Magyar Demokrata Fórum, Magyar Néppárt, Magyar Szociáldemokrata Párt, Szabad Demokraták Szövetsége, itt látható egyébként egy hozzá passzoló kép, Antal József munkaérdemrend aranyfokozatát kapta egyéb iránt még a Kádár rendszerben, és a Keresztény Demokrata Néppárt is benne volt az alapító szervezetekben. Tehát egy nagyon érdekes rendszerváltást sikerült itt levezényelni, és talán lehet, hogy nem is tudjuk, hogy kik, te tudod, hogy kik vezényelték el a rendszerváltást? Bevallom, hogy én féltem ettől a társaságtól, mert azt vettem észre, hogy manőverezési hatalom van a kezébe, amivel nem egy demokratikus új Magyarország érdekében játszik, hanem minél jobban át akarta menteni a csődöt mondott kommunista párt hatalmát, gazdasági hatalmát tulajdonképpen. Tehát én gyanúperrel éltem, amit mondtak, nem hittem el még az ellenkezőjét se. Attila. Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, és ezt hiszem, ez 15 adás is kevés lenne hozzá. Azt tudni kell, hogy itt nagyon sokféle ember találkozott egymással a nemzeti kerekasztalon, és előtte ugye az ellenzéki kerekasztalon. Ott vannak azok a jószándékú rendszerváltást szívvel, lélekkel támogató értelmiségiek, akik viszont nem voltak hivatásos politikusok, és ezért tűnnek el aztán a későbbiekben. Úgy érzik, hogy ők már megtették azt, amit megkövetelt a haza. Hát ők a másik oldalon álltak akkor még. Az érdekes volt, hogy Posgai játszotta a jó rendőr szerepet, a Fejti György meg a rossz rendőr szerepet, és így felváltva taktikáztak az akkori ellenzéki pártokkal. Akkor az, amit nem tudtunk, hogy nagyon sokan ugye már a 3x3-as ügyosztálynak a beépített embereiként szerepeltek ezekben akkor még ugye ellenzéki pártokban, és hát amit szintén nem ez tudtunk. Ez egy rossz kép egyébként, Sólyom László, Csurka István és Tölgyesi Péter.
Igen, hát ugye ez egy nagyon érdekes társaság vegyült itt össze, jogászok, tanárok, történészek, egyik oldalon, másik oldalon a pártvezetés, a hivatásos politikusok, akik meg viszont hihetetlen módon manipulálták ezt az egész folyamatot. Például a Nemzeti Kerekasztalán csak egy apróság, hogy nem közvetítette a televízió az itteni üléseket, hanem késő este volt egy nagyon rövid összefoglaló. Tehát tulajdonképpen a magyar választópolgár, a magyar közvélemény teljes mértékben kimaradt, hogy ott mit történnek, hogy mi történik, nem miről. Hát pontosan ezért, hogy ne lehessen tudni, hát hogy ne lehessen tudni azt, hogy itt milyen alkuk születnek, milyen tárgyalások vannak, és ez egyértelműen az állampárt vezetőinek volt az érdeke, hogy ők tudják kézben tartani és manipulálni az átalakulást. Például csak egyet hadd emeljek ki, ami az egyik, utána aztán évekig az egyik gumicsont volt. Hát a médiatörvény. A médiatörvénynek is meg kellett volna állapodnia a Nemzeti Kerekasztalnak. De ezt tudatosan, obstrukcióval, időhúzással megakadályozták. Tehát egyszerűen, hogy ne tudják letárgyalni, ne tudjanak erről szavazni, és utána meg viszont azért nem lehetett megint 4 évig médiatörvény, mert akkor az MDF kormány csinálta volna meg ezt a médiatörvényt, és az ő érdekükben működött volna a média, és hát nem véletlenül, hogy a közönség ugye tudja, a nézők tudják, hogy vajon melyik kormány időszak alatt született meg aztán végül is a médiatörvény, az amelyik aztán végül is irányítani akarta és tudta a médiát. Egyáltalán honnan lett Antal József? Hogy jött ő? Én arra emlékszem, amikor elkaptam egy műsorba Antal Józsefet Gönc Árpáddal, ahol azt mondja Antal József, hogy hát Árpád, mi régóta ismerjük egymást. Hát te mondd el, autógén hegesztő voltál. Hát azt mondja, jól ismerlek téged. És akkor úgy hát hallgattam, jó, hát az volt. De Gönc Árpád nevét lehetett hallani, de hát Antal Józsefét nem lehetett hallani, ha csak valaki nem ment minden nap az orvosi múzeumba, de ő csak egyszer csak hirtelen belejött a politikába. Gönc Árpádot az SZDSZ állított a reflektorfénybe. Ő volt az egyetlen, aki értékes emberként az SZDSZ politikáját elő tudta segíteni. Az SZDSZ úgy bánt vele, mint valami bábbal. Nagyon bántó volt. Ki volt szolgáltatva valami okból. De ez a kerekasztaltársaság körülbelül vetülete volt annak, ami a politikai életben akkor megpróbált valami újat. A mi oldalunkon egy csomó értelmiségi, aki sose politizált, nem is lehetett neki. A másik oldalon egy csomó öreg itt politikai... Itt most egy képet egyébként. Öreg politikai róka, aki viszont csak a kommunizmushoz értett. Nem is volt szabad neki máshoz érteni. Furcsa társaság volt. Egyvesi Tibor is egy ilyen furcsa figurája volt ennek az egésznek a KDNP-ből, akit aztán átvilágítottak és könnyűnek találtatott. Bocsánat, Füzesi Tibor. Már elnézést kérek, ha detalált Fenyvesi néven bárkit megsértettem volna. De itt látom a képet most, Antal, Tordján, Bot Péter, egy nagyon szép összeállítás, sőt, Kövér László, ő is ott van a sarokban. De valójában kik ülhettek oda ehhez az asztalhoz? Kik? Ez egy nagyon érdekes jogi kérdés, hiszen tulajdonképpen egyik oldalnak sem volt erre felhatalmazása. Az állampártnak na, azért, ez egy lényeges diktatórikus ugye, rendszernek a képviselője volt, a másik oldalról pedig a megjelenő ellenzéki pártoknak igazából hát nem lehetett tudni, hogy mekkora a támogatottsága, tehát hogy milyen tömegek állnak mögötte. Azért volt kénytelen mégis az állampárt velük leülni és tárgyalni, mert látta, hogy itt
nem lehet ebből másképpen kiutat találni. Én talán az országbírói értekezlettel tudnám párhuzamba állítani, ami annak idején 1861-ben előkészítette a kiegyezést a Ferenc Józseffel. A 67-es kiegyezést. Itt is valami ilyesmi történhetett, hogy a 89-es, 90-es rendszerváltozásnak volt ez egy előkészítő feladata, de az, hogy mely pártok vannak ott, és milyen szervezetek esetleg nem kerültek be ide, az tényleg egy nehéz kérdés volt, és a legalitása ennek az egésznek többször ottan a jelenlévő szempontjából is, és elsősorban a jogászok részéről is felvetődött. De ugye elhangzott az a kérdés, hogy hát ugye hogy kerül Antal József ekkor ugye a politikának a fókuszába. Hát úgy, hogy az ő édesapja egy vezető kisgazda politikus volt, aki a lengyeleknek a menekítését intézte annak idején, a zsidókat, üldözött zsidókat segítette, és hát aztán a Rákosi rendszerre kellett visszavonulni a politikától, és hát tulajdonképpen Antal József úgy nőtt föl, hogy az ő családjában, az ő lakásában máshol se volt szó soha folyamatosan csak politikáról. Tehát ő folyamatosan politizált politikában élt, és ő tulajdonképpen tényleg azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból, mint Zeus agyából Pallas Athéné jelenik meg egy pillanatra egy teljes felvértezettségben, hiszen évtizedeken keresztül ugyan elméleti szinten, de arra készült, hogy ő esetleg valamikor politikus lesz, vagy legalábbis a politikával foglalkozik. És ezért is kelt nagyban nagy meglepetést a nemzeti kerekasztal tárgyalásokon, mert amikor például felvetik azt a kérdést, hogy hát tulajdonképpen honnan induljunk ki, akkor ő az, aki föláll, és azt mondja, hogy ott van az 1848. évi harmadik törvénycikk a kormányra vonatkozólag, az 1846. évi első törvénycikk a köztársasági elnökre vonatkozólag. Ez az a két sarkalatos törvény, amire építve a 89-es új alkotmányos berendezkedés létre lehet hozni. Most ilyen világos történeti jogi érveléssel akkor senki nem állt elő, csak ő, és ezzel került ő tulajdonképpen a figyelem központjába, és hát azért is, mert az MDF politikusainak egy jelentős része inkább értelmiségi volt, írók, költők, és kevés volt köztük, aki közjogi szempontból és politikai érettségből is ennyire jelesen vizsgálódott volna akkor 89-ben. Két szemét okvetlenül szeretnék bedobni még a mai műsorba. Az egyik Rezsák Sándor, ugye a lakiterki megalakulás hozzáfűződik, és Levendel László, akiről soha sehol semmikor nem szeretnek beszélni. Talán 4 percünk van, talán Lezsák Sándor egyszerűbb, hiszen ő mégis közismert, és jelenleg is a parlamentben ül. Hogy létezik az, hogy Lezsák Sándor nem kapott komolyabb funkciót? Hogy létezik? Hát az országgyűlés alelnöke. Hát ennél a magyar közjogban ennél nagyon jó, nehéz most magasabb a más a közjog, de hát azért Lezsák Sándornak elévületetlen érdemei vannak, például annak idején, amikor a taxis blokád volt, és élére állt Gyarmati Dezsővel a tömegnek, hát azért akkor csak megmentette a helyzetet. Laci bácsi. Engem végig kísértett a vizsgálótisztem egy mondata, amit nagyon megjegyeztem 57 nyarán. Nézze, aki nem engedelmeskedik, nekünk az bejön ide, aki meg engedelmeskedik, azzal majd csinálunk valamiféle népfrontot. Szörnyű. Levendel. Tehát Lezsák Sándorról még annyit hadd mondjak el, igen, hogy hát ugye a politikusok között többféle habitusú ember volt. Volt, aki alkalmas volt mondjuk szakpolitikusként tevékenykedni, volt közigazgatási, államigazgatási gyakorlata, volt, aki inkább az elméletben és a pártszervezésben, a mozgalmi részben volt járatosabb. Tehát a Lezsák szerint, véleményem szerint, amennyire én ismerem az ő életútját, inkább ez az utóbbi, a mozgalomban, a háttérmunkában, a lakitelki főiskola szervezésében, tehát ő ilyenekbe tűnt ki, és hát ezért is nem látjuk őt kormányzati szerepben, nem tették be őt egy bürokratának, ami nagyon helyes is véleményem szerint, neki ez biztos, hogy nem lett volna szimpatikus feladat, mondjuk egy minisztériumban napi 12 órában szervezni és értekezletekre ülni, hanem inkább a háttérből, a társadalmi munkával szervezni
hozni a civil társadalmat, a Lakitelki Alapítványt, azokat a kezdeményezéseket, amelyek az ő nevéhez fűződnek? Egy nagyon lényeges név. Levende László mellett Csóri Sándor. Hogy létezik ő, hogy ő nem lett valami komoly pozícióban, akár köztársasági elnök. Nem tudom, hogy vállalta-e volna, én sokszor beszélgettem vele, föltettem neki a kérdést, hogy miért nem lett több. Nem akarom elmondani, hogy mit válaszolt, nem akarok visszaélni a vendégjoggal, de azt mondjátok meg, hogy nem érdemelt volna Csóri Sándor többet? Nem biztos, hogy mindenkivel érdeme szerint bántak. Van, akit engedtek érvényesülni, másokat pedig előhívtak, aztán kiderült, hogy nem érdemes, akkor visszasüppettek. Ez egy nagyon jó, amit mondasz. Én egy kicsit jogászként, közigazgatási joghoz valamelyest értőként azt tudom mondani, hogy hát azért a közigazgatási pozíciókat azt ugye a Tisza Kálmán idején volt, hogy úgy érdemek szerint osztogatták, meg hát rosszabb időkben. Én azt mondom, hogy most azért, mert valaki valamilyen nagy tetet végrehajtott, azért nem kell neki feltétlenül egy miniszteri bársonyszéket adni, hanem azt másképp kell megjutalmazni. Kitüntetéssel, elismeréssel, társadalmi közmegegyezéssel. Tehát nem kell feltétlenül mindig azt várnunk, hogy valaki tett valami jót, és akkor utána rögtön akkor kinevezzük valamilyen pozícióba. Úgyhogy én ezt nem biztos, hogy ezt tartanám a legjobb megoldásnak ilyen esetekre vonatkozólag. Én végszóra annyit mondanék, hogy én nem hiszem, hogy Csóri Sándor bármit is vindikált volna magának. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez fért a mai adásba. Önöknek köszönöm a figyelmet, és jövő héten folytatjuk tovább a Kiút több szemközt robog. Viszontlátásra!